A helyzet tisztázása véget, a diákok úgy gondolták, a hallgatók úgy gondolták, hogy az a legegyszerűbb, hogyha a miniszterelnökkel találkoznak és beszélnek, kapott a miniszterelnök egy meghívást, ehelyett ő egy levelet küldött, válaszolt, tehát nem fogadta el gyakorlatilag a meghívást, hanem levélben válaszolt, melyben egyebek mellett úgy fogalmaz, hogy bizonyára emlékszik rá, írja a HÖK elnökének Orbán Viktor, hogy a felsőoktatási törvényről szóló megbeszélésünkön részletekben menően mutattam be önöknek a felsőoktatás több lépcsőben történő átalakítását. A rektori konferencia is megtisztelt az ott létével, döntéseinkkel semmilyen meglepetést sem okoztunk, írja Orbán Viktor. Kis Dávid a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most akkor meg mi van? Tudták, csak nem sejtették? Hát én mégis azt gondolom, hogy meglepetést okozott a miniszterelnök úr és az általa vezetett kormány számunkra. Valóban sor került egy ilyen találkozóra, nézők is emlékezhetnek rá, Nagy Dávidot vendégül látta Orbán Viktor az előző év végén, a felsőoktatásról szóló törvény végszavazása előtt. Ugyanakkor de arra nem, is... Tehát nem így otthon Orbánéknál vacsorára, nem, tehát az összegyűlésben a végszavazás előtt ott lehetett a HÖK elnöke is. Nem. Egy találkozóra került sor a miniszterelnök irodában. Való igaz egyébként, hogy kellemes légkörben zajlott, ugye konkrét tartalomról egyébként nem esett szó, csak elvi kérdésekről, hogy miért is fontos ez, és hát arra is emlékezhet mindenki, hogy a lényeges döntése bejelentése azért az hetekkel ezután történt meg, amikor januárban robbant a bomba, hogy csökkennek a keretszámok, már ugye idén is drasztikus mértékben, hát hol volt még ahhoz képest ez a mostani hír. A hallgatói szerződés részletei is csak jóval utána derültek ki, és minden, ami azóta történt, a felsőoktatás finanszírozásának vissza nyesése, az autonómia csorbítása, ezek mind az idei évnek az eseményei, nem igaz tehát az, amit Orbán Viktor ebben a levélben állított. Ott az akkor a parlament elé kerülő törvényről történt egyeztetés, és ezek mind idei intézkedések, amiről nem tárgyaltunk. Én emlékszem arra, amikor Nagy Dávid vendégem volt, és hát talán akkor már, tehát nem az Orbán Viktor találkozóról volt szó, hanem talán Navracsis Tibor is bekapcsolódott már az egyeztetésekbe, vagy hogy közel legyenek az álláspontok a felek között, és akkor Nagy Dávid azt mondta, hogy a hallgatói szerződésekről, tehát abban nem fog a HÖK beleegyezni, meg tehát arról még nincsenek részletek. Tehát én erre emlékszem, de akkor ezek szerint gyakorlatilag ennyi történt, hogy ilyen mindent kész tényként önökkel nem közölt senki ez év januárjában vagy februárjában. Természetesen nem, ha csak nem látomás gyötörte volna a HÖK elnökét akkoriban, mint ahogy más is gyötör mostanában, ahogy hallottuk. Vannak ilyenek, nem gyötri, tehát hogyha valakinek van egy látomása, abból egészen jó dolgok tudnak születni. Sőt, ugye, hogyha visszaemlékszünk rá, a törvényben nem is volt benne a hallgatói szerződésnek semmilyen részlete, pontosan emiatt az Alkotmánybíróság meg is semmisítette az erről szóló kormányhatározatot, és csak ezután, idén augusztusban fogadta el az országgyűlés a törvénynek az olyan irányú módosítását, hogy már a törvény szabályozza, gyakorlatilag megkerülve ezzel az AB-nek a döntését. Tehát ez is bizonyítja, hogy szó sem eshetett erről, de én azt hiszem, hogy kár is ezt továbbra hozni. Azt is írta a miniszterelnök, hogy minden további kérdésükkel forduljanak Balogh Zoltánhoz, önök viszont nem mentek el a találkozóra. Miért nem akarnak Balogh Zoltánnal találkozni? Információink szerint Balogh Zoltán a diákhitelről akar tárgyalni, mi pedig nem a diákhitelről szeretnénk tárgyalni, hanem a keretszámokról, a hallgatói szerződés eltörléséről, az intézmény autonómiáról és a többi követelésünkről. De konkrétan, hogy miért is nem fogadtuk el ezt a meghívást, annak két oka volt. Az egyik az, hogy ahogyan egyébként itt is jeleztem múlt csütörtökön, mi abba az irányba indultunk most el, hogy szövetségben, konzultálva rendszeresen és együttműködve szorosan más érdekeltekkel kívánunk fellépni a felsőoktatási reformok ellenében. Értem ez alatt a Magyar Rektori Konferenciát, a pedagógus szakszervezeteket, a középiskolások, az oktatók és a hallgatóknak a szerveződéseit. Mi konzultálni kívánunk, természetesen a HÖK önálló képviseleti demokrácia elvei szerint megválasztott testület, és így is hozza meg a döntéseit, de szeretnénk tudni, hogy ebbe a harcba szövetségesként mellénk álló más szervezetek mit gondolnak. A másik oka pedig nagyon prózai, ezt a keretszámcsökkentésről szóló kormányhatározatot nem Balogh Zoltán és az általa vezetett minisztérium vitte a kormány elé, hanem Matolcsy György. Én azt gondolom, hogy nincs is ezért értelme ővele tárgyalni erről. Matolcsyval tárgyalnának?
Természetesen, hogyha arról van szó, az előbb említettem, lesz egyeztetések után mindenképpen. Tehát a HÖOK nyitott a tárgyalásokra, az utóbbi két évben is ezt tettük, és folyamatosan próbáltunk a tárgyalóasztalnál sikereket elérni. Az, hogy más eszközöket is bevetünk most, ez nem jelenti azt, hogy tárgyalásos úton ne próbálnánk tovább lépni, de ezek már nem elegendőek, és azt hiszem, hogy az elmúlt napok fejleményei már bizonyították is, hogy a hallgatók készek arra, hogy más eszközöket is bevessenek. Mi lesz holnap? Holnap a HÖOK szervezésében kerül sor egy tüntetésre, mégpedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem főépületében, a díszaulában. Szimbolikus helyszín ez, hiszen 1956. október 22-én este is volt itt egy nagy diákgyűlés, Isten ments, hogy én azt vizionáljam, hogy itt hasonlók történnek, de minden esetre a hallgatók életében ez egy fontos helyszín, és fontos emlékeznünk arra, hogy a diákság többször is már felszólalt a saját érdekében. Itt azok a szervezetek, akiket az előbb is megemlítettem, meg fognak jelenni, beszédeket tartanak. Meg kell említenem még az előbb felsoroltakon kívül a Humán Platformot és a Hallgatói Hálózatot, akiknek a képviselői szintén jelen lesznek és szólnak majd a megjelentekhez. Hogy ezután mi lesz, az pedig azt gondolom, hogy az élet alakítja. Tegnap is egy fórumként indult és spontán demonstrációvá alakult. Elképzelhető, hogy holnap is ez lesz? Elképzelhetőnek tartom, igen. A tegnapi spontán demonstráció spontán volt, mint ahogy a nevében is benne van, de kicsit megálltak a Petőfi hídon, egy kicsit elfoglalták, tovább mentek, végig Alkotmány utca, Kossuth tér, egy kicsit átcsorogtak, hazamentek. Nyilván ez is egy kifejezési eszköz, tehát az, hogy ötnél több ember felvonul együtt és egyet akarva valaminek hangot ad, tehát értem én, hogy ez fontos, de tehát olyan típusú megmozdulást, ami ennél nem ennyire spontán, hanem egy kicsit szervezettebb, azt terveznek a hallgatói szervezetek? Természetesen lesznek ilyen fellépések, én nem kívánom a fájtlat most fellebbenteni minden tervünkről. Azt gondolom, hogy szükség van előre szervezett nagy demonstrációkra, de ennek a tegnapinak az ereje éppen a spontaneitásában rejlett, és azt gondolom, hogy meglepődtek annak ellenére még a kormánypárti képviselők is, hogy más nyilatkoztak más sajtóorgánumoknak. Nem öten voltunk egyébként, hanem nagyjából 1500-an voltunk. Jaj, de nem azt mondtam, hogy tegnap öten voltak. Tudom, nem is önre céloztam, de olvastam én már 100-at is, meg 200-at is, miközben a kamera mutatta nagy szélességbe azt, hogy több százan vannak ott, tehát már csak arcról többet lehetett megszámolni. Nálunk is láthatták a nézők a képeket. Úgyhogy volt ott 1500 hallgató, valóban néhány százan indultunk el az ELTE kampuszáról, Lágymányosról, de mire a Kossuth térre és a Lánchídra értünk, már ez egy 1500 fős tömeg volt. És természetesen ennek nem az volt a célja, hogy megzavarja az állampolgárok nyugalmát, vagy hogy megbénítsa a főváros közlekedését. Én azt hiszem, hogy ennek a szimpátiának, amit a lakosság, a polgárok tanúsítottak felénk, nagyon jó jele volt, hogy az autósok integettek, dudáltak. Persze voltak bosszankodók, mint mindig, de én azt gondolom, hogy a célunkat az, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét, egy hirtelen akcióval azt sikerült elérnünk. És holnap egyébként azon túl, hogy a szervezetek felszólalnak, a különböző szervezetek képviselői, mi a menetrend? Tehát mindenki elmondja magáét, vagy megint elfogadnak egy X pontból álló petíciót, vagy nem tudom, tehát valami előre eltervezett dolog van? Hát a terveink szerint ugye holnap vendégül láttuk volna, szintén nem otthon, hanem a BMN Orbán Viktor miniszterelnök urat, aki, ahogy ön is említette, visszautasította ezt a meghívást, így ez elmarad. Ma a HÖOK választmánya ülésezett 5 órakor, ahol az a határozat született, hogy kezdeményezzük egy felsőoktatási érdekegyeztető fórumnak a létrehozását a felsőoktatási hivatalos szervezetei, testületei számára. Mindenképpen ennek a bejelentése hivatalosan vagy megalakulása az holnap várható. Ahogy említettem, a rektorok is jelen lesznek, a szakszervezetek, hallgatók, oktatók is jelen lesznek. Szeretnénk platformot adni mindenkinek, hogy elmondja a véleményét, hogy alakul az este, azt pedig majd meglátjuk. Meg bizony, és majd is mutatjuk az Egyenes Beszéd nézőinek, hogyha abban az időszakban történik valami, meg nem, akkor a többi más műsorunk nézőinek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.